Ismét megtelt a Tolnai Kulturális Központ, ugyanis csak nem fél ezren voltak kíváncsiak a Tolnai Ifjúsági Fúvott Zenekar tavaszi koncertjére. Most ennek tavaszi koncert címet adtunk. Ennek az apropója az, hogy ugye mindig tematikus koncerteket rendezünk, de most ezen a koncerten be fogunk mutatni egy Magyarországon először hallható művet, ezt André Álvarez írta. Beltán a címe, és ez egy tavaszköszöntő kelta rituálé megzenisített verziója, úgyhogy igazából ez inspirálta. Hát lesznek kifejezetten fúvózenekari darabok, de hát a filmzene szerelmeseinek is készültünk egy kis Narnia krónikáival, illetve egy Batman feldolgozással. A karmester azt mondja, a zenészekkel már szeptemberben elkezdték a felkészülést a koncertre. Elég komoly műsort játszunk, úgyhogy kell ennyi idő, hogy tényleg összeálljon. Ami nagyon különleges még a mai napban, hogy szeptemberben létrejött egy utánpótlás zenekar is, és most ők is fel fognak lépni első alkalommal. Aminek köszönhetően 60 muzsikus működött közre a produkcióban. Az év azonban csak most kezdődött, és még több izgalmas programot tartogat számunkra a zenekar. Szeretnénk megrendezni a Brass Vegas Fesztivált, az ugye szeptember első hétvégén várható. Most valószínűleg csak egy napos lesz, szeptember 2-a szombat, illetve hát majd télen szeretnénk még egy nagy koncertet tartani. A koncerten köszöntötték a jubilláló tagokat is, idén már 10 éve annak, hogy Rácz Tibor, Létai Péter és Steinbach Luca a zenekarban muzsikál, emellett tradíció az év zenésze elismerésének átadása is. A díjat ebben az esztendőben Fazekas Eszter érdemelte ki.